magad ki, tehát Tani, meditálni mindenkit. Krisnára. Többféle módszeren. Nagyon jó tanítások vannak a 7. fejezetben, 10. fejezetben. Például a 7. fejezetben Krishna azt mondja, hogy Rasoha Mapsakontaya Prabhasmi Sasi Suryaya Pranava Sara Vedesho Shadak Epaurusha Drisho. Azt mondja, hogy Rasó, szóval így vagyok az íze, apa, víznek víze. Ha valaki ízik azt a vízet, akkor már tud meditálni Krisna, azok vízet. Akkor Prabhasmi Sasi Surya. A holdnak és a napnak a fénye vagyok. Ember csak látja itt a nap, akkor honnan kap energiát? Van, amikor a tudósokhoz elmennek a bakták, és tudósok azt mondják, hogy milyen zseniális a tudomány. Ott volt a Wolfram, aki az első égőt létrehozta, bekapcsolódott is a világét. És csodálkoznak, hogy milyen csodálatos a tudomány. De azt nem látják, hogy Isten milyen csodálatos. Mert már régóta létrehozta egy lámpát, ami már millió évek világít. Világít, sűt, és így tovább. Ott a másik lámpa a hold, ami nem csak világít, meg a rendezi óceán vízeket, nem adja szőcsegeknek az ízet. Prabhasmi Sasi Surya. Shabda ke paurusam drishu shabda. A hang. A hangvibráció adja, hogyan működik. Mi minden nap halljuk hangokat, és ez annak lehetővé van, Krishna létrehozta ezeket a törvényeket, hogy van mindahol éter, kam, ugye, mert shabda ke, a ti éterben terjed a hang. És ez a képesítés, ez a hangvibráció, Krishna azt mondja, az én vagyok. Főleg a lelki hangvibráció. Om, Hare Krishna, ez minden ő, shabda ke paur. Paurusam, Paurusam, ez azt jelenti, hogy ügyesség, műveltség, ami ember, valaki valaminek képes, ügyes, akkor ez én vagyok, mondjuk. Szóval így nagyon egyszerű, és a legjobb meditáció, de van többféle meditáció, ma Sampragyada Samadhi, Sampragyata, és Asampragyata. Az azt jelenti, hogy egyik olyan meditáció, amikor ember nem tapasztal külvilággal kapcsolatot, csak így elmerül, és máshol van. De van egy ilyen meditáció, hogy nem veszítem el a kapcsolatot a külvilággal, hanem külvilág keresztül is tudok meditálni. Vagy akkor így, hogy víznek az ízei vagyok, akár a víznek az ere, és ő az erő, Krisna az erő, akkor fény, világítás, hangvibráció, minden az övé. És akkor a 10. fejezetben is tanítja, hogy lehet tanulni, mindenhol látni Isten. És ez a Krishna tudatos valaki, akkor aki csak így él, hogy mindenhol Krishnát lát. Ránézi a hegyekre, akkor látja, hogy milyen
csodálatos Krisnának az energia, Krisna teremtette, Krisna felhatalmazta az Úr Brahmát teremteni a hegyeket, a bármit lát, vizet, hangukat, zenét, és a építkezés, valaki látja, hogy milyen szép. Hogyha Isten nem adna azt a felhatalmazást, semmi képesség nem lenne, de ő a képesség. Na így, ez a legjobb, legegyszerűbb meditáció. Mert aki így tanul látni, akkor Krishna előbb-utóbb ki fog jönni Purisza mögött, és megmondja, jól láttad, én vagyok az. De mikor valaki mindenhol látja a hiányukat, hibákat, nem tökéletes az élet, nem tökéletes a világ. Képzeljétek el, ti vagytok a festők, festettek egy csomó könyv, képet, és akkor van kiállítás, és akkor a kiállításon bementünk ott egy másik szobába, de minden halljunk, amikor jönnek emberek és néznek. És valaki oda megy, azt mondja, én is így tudok. Hát mi a művészet a képről? Hát ez hó, hát ez nem jó, ez tele van hibákkal ez a kép. Akkor mondjuk, jó, akkor nem is fog megtudni, hogy ki az, aki kreálta. És akkor valaki besétál, azt mondja, hó, hát ezt meg kell javítani, ezt a képet, ugye, mint a, itt a világot mindig javítani akarnak az emberek. De mióta javítanak, azóta egyre rosszabb a világ. Ez a különbség ember és Isten között. De hogyha valaki bejön, és mondja, milyen szép ez a kép. Ki rajzolta? Hú, és ez a kép! Hú, ez az üzenet, látom! Ezt is ez üzenet! Fú, nagyon ügyes! És ez a kép! És akkor ki fogok menni, mondjuk, tetszik? Én voltam. Szóval ugyanúgy, hogy meddig mi akarunk, úgy látok, hogy tele van hibákkal, és kicsit ne kell javítani. És javítsák kis atomháborúval, egy kis műanyagokkal az óceánban, jó csinálod. Biztos tökéletesebb ez a világ, de hogyha mi mondjuk, hogy ki, aki ezt már ilyen tökéletesen mindent megcsinálta, akkor Krisna mondja, itt vagyok. Gyere, megmutatom még jobb képeket a lelki világban. Szóval ez a Krisna tudat, az ez, nem nehéz. Csak hogyha mindenhol lássuk Krisnát, meg hogyha itt van a kő, és a kőnek a keménysége, ez Krisna. Szóval mindenhol lehet látni állatokat. Még úgy is, amikor néztek a Facebookot, és akkor ott vannak állatok, valami ügyesek. Egyik megmenti a másikat, valami. Akkor lehet látni, ez Krisna adja ezt a képesítés, hogy ez a lélek abba a testbe képes olyan csodálatos dolgokat. Ez most ezzel nem bátorítottam, hogy a Facebook legyen a főlegi gyakorlat. Jó. Okay. Vannak kérdése? We have questions. Grand Karachirimat Bhagavad Gita ki, Jaya Prabhupad ki, Jaya Meditációs tábor ki, Jaya Bhagavad Gita ki, Jaya Srimad Tavrinda ki, Jaya.